Egy lovasi kis kertben járunk, ahonnan gyönyörű kilátást árul a Balaton felé. A kertnek a tulajdonosai tavaly ősz-tél táján kerestek minket fel azzal a kéréssel, hogy erre a területre, amit itt látunk, illetve a kertnek még egyes részeire tervezzünk valamit. Nem is tudták pontosan meghatározni, hogy milyen elképzelésük van. Az elképzelés egy napozó terasz volt, ennyit tudtunk, és akkor ehhez többféle koncepciót átgondolva alakult ki végül ez a koncepcióterv, amely megvalósulva ezt a látványt nyújtja. A terasz burkolat befolyásolta, hogy a felhasznált, illetve betervezett anyagok milyen jellegűek legyenek, így a színvilágban alkalmazkodtunk a terasznak a meglévő vöröses-barnás színéhez. Így került alkalmazásra a téglakő, illetve szürke színű műkő kiskockakő burkolat került betervezésre. Ezen a területen a tervezés során egy burkolt rész fogadott minket, amelyben volt egy ültető gödör, amelyből még az előző tulajdonos idején kiszáradt valószínűleg egy fa, és itt csak a tátongó üreg várt minket. Erre a területre a tulajdonos elképzelése alapján egy bográcsozós, grillezős szalonnasütőt alakítottunk ki. A tervezési fázisban a kertnek ezen a részén egy már eleve beültetett rézsű felület fogadott minket, amelynek itt a középső részén egy viszonylag növényekkel kevésbé benőtt sáv volt, és ez egy kifejezetten jó adottságot jelentett egy patak kialakításához. A köveknek az anyagát úgy választottuk meg, hogy ez is harmonizáljon a környező burkolatokkal, így ezt a vöröses, barnás, világosas színt kapta. A csobogást magát ilyen kis vízbedencék kialakításával érhetjük el. Itt jelenleg láthatjuk, hogy négy ilyen csobogó egység került kialakításra, és ezt a csobogós hanghatást ezek az egységekből kiáramló víz idézi elő, illetve ennek köszönhetjük. Az illóolajot adó fűszernövények kifejezetten ajánlottak azon kerttulajdonosok számára, akik lepkekertet szeretnének megvalósítani a kertjükben, mert ezek a fajok rendkívüli módon vonzzák a különböző lepkéket, úgyhogy ilyet érdemes telepíteni azoknak, akik szeretik a lepkefajokat. Itt még kiemelném azt, hogy a színkontraszt mennyire jól érvényesül egy kertben, tehát a lila mellett a sárga növények jelenléte mindig egy nagyon szép kontrasztot tud eredményezni. Ott ugye az orbáncfű sárga virága, itt ennek a gyöngyvesszőnek a levele sárgálik, és ezáltal egy gyönyörű színkontraszt képződik. Minden, ami kert. Kreatív minőségi kertek, professzionális öntözéstechnikai megoldások egy kézből. Átgondolt szakmai előkészítéssel, tervezéssel, ütemezett és rugalmas kivitelezéssel állunk ügyfeleink rendelkezésére. Royal Kert Kft. Zölden minden jobb.